Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök az Óplusz Állatbarát magazin 4. évadának októberi adásában láthatnak őszi színekben pompázó törpefákat, majd egy különleges hobbi az íjkészítés bemutatásával folytatjuk műsorunkat. Befejezésül pedig egy bengáli cica kedvelővel készült riportunkat tekinthetik meg. Kérem, tartsanak velünk! Ismét Pápán jártunk, és egy nagyon kedves barátom pompás bonszai törpefáit tekinthettük meg őszi színpompájukban. Elérkezett az ősz, ez többé-kevésbé kicsit a pihenésnek az időszaka, és ilyenkor lehet igazán gyönyörködni a növényekbe, hogy színesedik a lombjuk, nagyon szépek tudnak lenni, főleg, hogyha kellő napsütés is van, a hőmérséklet is olyan gyönyörűek, a juharok, a kőrisek, páfrányfenyő például, de a tölgyek is, hogy sárgából barnára váltanak, nagyon szép színeket produkálnak. Ilyenkor a legfőbb teendő felkészülés a télre, várjuk, hogy lehújjon a növények, a lombhullatóknak a lombja. Hogyha megjönnek a nagyobb fagyok, akkor előtte már elteszik őket tereltetőbe. Ha kellően jó az idő és van elég csapadék, akkor az öntözéssel is szüneteltethetjük tulajdonképpen, mert a természetes csapadék elég. Ha kell, szükség van rá, akkor egyszer-egyszer egy kicsit megöntözzük őket. Amennyiben olyan volt az év, hogy esetleg több kártevő vagy fertőzés megjelent a növényeken, gombákra gondolok itt, tetvekre, egyebekre, akkor célszerű ősszel egy lemosó permetezést végrehajtani a lombhullatás után, mielőtt a tereltetőbe tennénk a növényeket. A tereltetőnél nem kell túl bonyoló dologra gondolni, én a kertnek egy olyan részét választom ki tereltetésre, ahova nem süt télen oda a nap, ugyanis ez egy fontos szempont, főleg az örök zöldeknél, de a lombhullatók is érzékenyek lehetnek erre, ugyanis télen fagyos időjárásban, hogyha a nap süti a növényeknek a lombját, a hajtásait, akkor azok felmelegszenek és elkezdenek párologtatni. A fagyott talajból viszont nem tud nedvességet felvenni, ezért kiszáradhatnak a növények. Ezért kell a növényeket egy naptól védett helyre betenni tereltetőre, és a talajukat takarjuk le valamilyen nedvességtartó anyaggal, például gyaluforgáccsal. Én ezt használom évek óta, talán ez a legpraktikusabb, de akár száraz lomb is, hullott lomb is lehet. Annak a hátránya talán annyi, hogy betegségeket, illetve kártevőket is áttereltethetünk a növényekkel. Ezért célszerű valami steril anyag, mint ahogy mondtam, például a gyaluforgács. Körülbelül 5-10 cm vastagságba kell a növényeknek a talaját, a tálakat letakarni, illetve a tálak közét is. Ez egyrészt védi őket a kiszáradástól, illetve valamelyest a fagytól is véd, tehát a növényeknek a talaja, ez a kis földlabda nem fog olyan gyorsan és könnyen átfagyni. A növényeket, főleg azokat, amelyek nálunk őshonosak, illetve a mediterrán növények, amik egyébként fagyérzékenyek, azokat se vigyük be a lakásba semmiképpen fütött helyre, legfeljebb egy fütötlen, a fagyérzékenyeket fütetlen helyen kell tereltetni, de azokat se vigyük meleg helyre, ugyanis ilyenkor a növények megindulhatnak. És télen mindenképpen kevés a fény ahhoz, hogy normálisan tudjanak fejlődni, és megnyúlnak, betegségekre érzékenyé válnak, vagy akár tönkre is mehetnek. A másik, ami miatt óvni kell a növényeket a téli fejlődéstől, hogy pihenési időszakra mindenképpen szükségük van. És ezt biztosítani kell nekik, még a fagyérzékeny növényeknél is. Nálunk őshonos növényekkel nincsen olyan probléma. Lakásba bevihetjük őket, de csak azért, hogy gyönyörködjünk benne egy-két napra. Amit a fotókon látni, japán, kínai bonszájokról is, és lakásban ábrázolják őket, azt is azért vitték be, mert a lakás, náluk a lakásnak van egy olyan része, ahova mindig az aktuális, a legszebb növényeket beviszik néhány napra, azért, hogy gyönyörködjenek benne, hiszen ezeket a növényeket gyakorlatilag azért tartjuk, azért neveljük, hogy egy esztétikai élményt adjon, és pihenés kikapcsolódásul szolgáljon.
Ezúttal egy különleges hobbit, az íjkészítést mutatjuk be. Gyerekkori álomnálam az íjászat. Ugyanúgy, mint a legtöbb gyerek, én is íjaztam, nyilasztam gyerekkoromban, de nálam ez valahogy nem múlt el. Ugye fősős voltam, utána gimnáziumban jártam, és egészen egyszerűen megmaradt ez a szenvedély. Egyre komolyabb íjakat kezdtem el készíteni magamnak, és egyre jobban elkezdett érdekelni a különböző kultúrai népek íjai, és elkezdtem kutatni ezt az egészet. A nehézséget az jelentett, hogy szinte semmilyen irodalom, semmilyen szakember nem állt akkor még rendelkezésre. Úgyhogy a kezdetek azok nagyon nehezen indultak, de valószínűleg ez okozta az örömet, ez tette aztán igazi szenvedélyé a nehézségek. Nagyon sokféle íj létezik, biztos sokan ismerik a Robin Hood filmekből az angol hosszú íjat, az egy nagyon hosszú, egyenes valami, de ezen kívül aztán által megáll a tudomány, viszont az íjak tárháza az rendkívül sok. Hogyha csoportosítani kellene, akkor a mai korban tudnánk csoportosítani úgy, hogy modern íjak, hagyományos íjak, esetleg ugye nyílpuskák, számszeríjak vagy kézíjak, de ezenben is rendkívül sok a paletta. Tehát a modern íjakon belül léteznek az úgynevezett csigás íjak, olimpiai íjak, vadászreflex íjak, stb. A hagyományos íjakon belül is rendkívül sok van, tehát ugye léteznek a nyugati hosszú íjak, illetve léteznek a keleti íjak. Most a keleti íjak is aztán nagyon sokszínű, valami. A török íjtól kezdve a mongoli, huni, avari, tatári, perzsai, stb. Ugye ide tartozik a magyar íj is. Ez sem annyira egyszerű, mert az alapanyag szerint is lehet csoportosítani akár a hagyományos íjakat, és ez szerint létezik alapi, laminálti, vagy akár ugye nálunk a biokompoziti, az eredeti szalú íj, de igazából még ezen kívül is vannak különböző technológiák. Tehát rendkívüli széles a paletta, azon kívül, hogy ugye régen gyerekkorában mindenki a Robin Hood filmekből a hosszú íjat ismerte. A történelem folyamán az íjakat főleg vadászatra és harcászatra használták. Rendkívül sokféle formában jelent ez meg. Ezek az íjak nagyon erősek voltak, tehát mai korban ugye elképesztő erősséggel bírtak. Mi az íjaknak a hagyományoságát képviseljük, tehát ezenben is létezik tállövészet, harci íjászat, lovas íjászat, terepi íjászat, stb. Ugye a hagyományos íjakat képviseljük, ezenben is ugye a magyar, török, hun, avar, stb. Íjakat, és rendkívül sokféle anyagból, alapanyaggal dolgozunk, ami érdekes, hogy ezeket az alapanyagokat is saját magunknak fejlesztjük, tehát nem vásároljuk. Rendkívül sokféle ilyet csinálunk, rendkívül sokféle technológiával, itt előttem láthatóak néhány példány belőle, mert hogyha kiraknám az összeset, akkor egy 3 méter magasságú kubba se férne el. A lényeg az, hogy ugye az alapanyagokat saját magunk fejlesztettük, és ez szerint csoportosíthatnánk alapíjak, lamináltíjak, TRH laminált íjak, biokompozit íjak, extra három szarú íjak. Ami talán a legérdekesebb, az a biokompozit technológia, talán most ez a legnépszerűbb. Itt fehérjékből és egyéb anyagokból újra felépítettük a szarut, és ugyanígy felépítettük a külső réteget, az inat. Ennek igazából az a lényege, hogy az ősforrásra visszautaló, tehát a szarú, eredeti szarúra visszautaló anyagú, formájú, jellegű, szerkezetű íjat kaptunk, és működésében mégiscsak megfelel a mai sportíjászat követelményeinek. Tehát egy rendkívül érdekes összetett dolog ez, de nagyon működik, és hála Isten sikerült előállítani, nem volt egyszerű egyébként, de talán ez a csúcsa most jelen pillanatban az íjainknak. A felhasznált anyagok azok rendkívül érdekesek, amit az íjakhoz mi beszoktunk gyűjteni. A szarúanyag önmagában is egy érdekes alapanyag, de hogyha ugye felsorolnánk azt, hogy mennyiféle szarúanyagot használunk, tehát például a szürke marhának a tülkét, kőszeri kecske szarvat, vatúzdi szarvat, ez egy afrikai állat, illetve vízibivaj szarvat, de gyakorlatilag a juhoktól kezdve bármilyen szarvanyag felhasználható. Ez az íjnak gyakorlatilag a belső fele, egy lemez, ami a nyomást nagyon bírja. Az egésznek a vázafa, többféle fa össze van csapolva. A külső réteg azok inak, állati inak,
Ezt úgy kell elképzelni, mint az üvegrostot, csak ez az ősi megfelelője. Tehát itt állati inak vannak rostosítva, szálakra szétbontva, ezután egybe vannak áztatva. Az enyh keveréket azt mi állítjuk elő. Az egyik érdekes alapanyag az például a tokhalnak az úszóhólyagja, ami rendkívül stabilá és erőssé teszi ezt a ragasztóanyagot. Innentől kezdve ugyanúgy készül, mint egy üvegszálas csónak mondjuk, csak ugye ez egy natúranyag. De ugyanakkor említhetném a szintetikus anyagokat, ott is az üvegszál, karbonszál, ami ismertebb, de ezt ugye kevesen tudják, hogy az üvegszálnak van sokféle típusa, tehát az E-üvegen kívül van egy S-üveg, R-üveg, X-üveg, stb. Ugyanúgy, mint az acéloknál, tehát ez mind más anyagminőséget jelent. És hogyha az ember ebben jobban belemélyed és a szál szerkezetbe is belemegy, akkor egészen rendkívüli tulajdonságú anyagokat lehet kifejleszteni, amiket ugye boltban nem lehet kapni, tehát ezt magunknak állítjuk elő, saját része. Igazából annyira belemélyedtünk ebbe az anyagtudományba, és annyira érdekes, hogy talán egy nevet említenék, Jakus Kálmán neve. Ő már a két világháború között rendkívüli minőségű íjakat készített, szaruból, fából, imból. És valahogy rákattam, egy ilyen nyom volt, és akkor rákattam, ráutaló jelek voltak, hogy miből és hogyan készítette. Ő annak idején titokba tartott ezeket az információkat, de egy református gimnáziumban tanított Budapesten, és az akkori tanítványai közül teljesen véletlenül rákattam kettőre, és nagyon érdekes adatokkal szolgáltok. Egyébként vásároltam egy által készített íjat is, és volt egy magyar kutató házaspár, akik régi íjakat szétszedtek és kielemezték az anyag szerkezetét, stb. Ez egy nagyon izgalmas nyom volt, és ezen az úton indultam el. És röviden az a lényege, hogy nem direktbe használták a fát, nem direktbe használták az állati inat, enyvet, szalulemezt, hanem átalakították az anyagot, mégpedig olyan szinten, hogy gyakorlatilag a mai kor követelmények teljesen megfelelően szinte vízhatlanná vált ez az anyag. Ennek köszönhetjük azt, hogy igazából elkezdtünk fejleszteni natur anyagokat, natur kompozit anyagokat. Ez azért érdekes, mert az íjakon kívül rendkívül sok mindenre lehetne használni. Akkor is jó lenne, hogyha csak szép lenne ez az anyag, vagy érdekes lenne, de az a furcsa ebben, hogy mechanikailag is erős. Tehát mechanikailag tökéletesen fölveszi a versenyt a karbonnal, vagy az üvegszállal, olyannyira, hogy a tálövési rekordokat is ezekkel az anyagokkal nyertük. Olyannyira tart ez a szenvedély. Egyrészt az íjakat fejlesztjük, tárlövésre, célövészetre, stb. Rendkívül széles a paletta, amire használják most már az egész világon, újraélet az íjászat. Több keleti országban szinte nemzeti sport lett, és ugye ennek mi az élén voltunk mindig is. De ami még érdekes, azok a kis mellékutak, amiket mostanában teszünk. Az egyik ilyen izgalmas dolog volt a pókfonál. Tehát a pókfonál az egy rendkívül könnyű, de mégis erős anyag, és ezt mi más úton közelítettük meg. Marhavérből egy kivonat, a fibrin, az ugyanaz a fehérje, mint a pókfonálban van. Ezt fémoxidokkal térhásítva lényegében létrejött újra vagy legalábbis ehhez hasonló anyag, csak ez túl speciális és túl drága az előállítása. Aztán elkezdtünk teljesen más úton haladni, ugye egyik példa a fehérjéből előállított szarulemez, ezeket ilyen lapformába kell elképzelni, amik ugyanúgy néznek és ugyanaz a szerkezete, mint egy tülöknek, csak ez egy nagyméretű tálalába előállítható. Aztán ami mostanában érdekes, az, hogy mondjam, egy karbonhoz hasonló anyag, csak sokkal szebb, tehát nem fekete színe, hanem teljesen más, és könnyebb, mint a karbon. Viszont nem mondanám, hogy rugalmasabb, de az üvegszál és a karbon között van ennek az anyagnak a rugalmassága. Ez azért izgalmas, mert viszont a törésmutatói meg sokkal jobbak, mint mondjuk a karbonnak. Ebből például kerékpárvázokat fogunk előállítani. Csináltunk is már néhány prototípust. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas, tehát ebből is látszik, hogy az íjászat nem egy öncél dolog, hanem nagyon sok minden másra is lehet felhasználni az itt kialakult kutatási eredményeket. Amikor elkezdtem az egész íjkészítést, akkor mindig úgy teszteltem az íjat, hogy milyen messzire visz. Volt ott a kertünk ott egy ilyen táblot az erdő szélén, és akkor mindig az volt a célom, hogy egyszer odáig ellőjek, és egyszer sikerült, az 300 valahány méterre volt, és azt gondoltam akkor, hogy lehetetlen ezt túlszárnyolni, most viszont szinte ennek a duplájára el tudunk lőni, és ez azért izgalmas, mert most már nem csak engem érdekel a tálalőészet, nagyon sok ember sikerült ezzel beoltanom, Magyarországnak, külföldön is, sőt külön sportág épül most már a tálalőészetre, és ugye ennek most szintén az élén vagyunk, tehát az első négy helyzet által mindig a mi íjunkkal végez, és ez nagy büszkeség, mert ez jól mutatja az íjaknak a teljesítményét. We'll be right back.
cicák szerelmeseinek szerettünk volna kedveskedni következő riportunkkal. Évvel ezelőtt mentünk el egy macska kiállításra, ahol megláttuk ezt a fajtát. Teljesen szerelem volt első látásra, akkor egyből eldöntöttem, hogy nekem egy ilyen cica mindenképpen kell. Először arra gondoltunk, hogy majd hobbi célra szeretnénk, viszont a hozzánk került cica annyira szép volt, hogy elmentünk vele kiállításra, és gondoltuk, hogy akkor megpróbálunk vele komolyabban is foglalkozni. Most már több mint 10 éve családunk tagjai, ezek a csodálatos cicák, nálunk teljes körű családtagként élnek, mindenben részt vesznek, ami nálunk a lakásban történik. A bengáli cica az ázsiai leopárd macskából lett kitenyésztve. Egy leopárd cicát fedeztettek egy házi macskával, és ennek a keresztezéséből jött létre. A cél az volt, hogy egy vadmacska külsejével megáldott házi macska természetű egzotikus cicát hozzanak létre. A bengáli cica küllemében teljesen úgy néz ki, mintha egy kis szobaleopárdunk lenne. Nagyon jó természetük van, családcentrikusak, ragaszkodnak a gazdához, ellenben idegenekkel többnyire félénkek, viszont a kíváncsiságuk ezt legyőzi, és ezért egy bizonyos idő után, ha jön hozzánk valaki vendég, akkor mivel nagyon kíváncsiak, egyből elkezdenek barátkozni. Méretre körülbelül akkorák, mint egy jól megtermelt házi cica, igaz, a kandúrok között lehet 8-10 kilós egyed is, ez teljesen változó, mintázatuk pöttyös, illetve márványos mintázatú lehet. Most már nagyon nagy divat lett a nagy karikák az oldalán, amit rozettának nevezünk, többféle színváltozata lehet, van a hóbengáli, aminek kék a szeme, a barna alapszín, és már fekete egyedek is előfordulnak. Ápolása nem igényel különösebb problémát, gondot. Évente egyszer van egy nagyobb vedlésük tavasszal, mint általában minden cicánál. Fürdetni nem fölösleges, mert igazából ők elég tisztán tartják önmagukat, hetente egyszer elég átfésülni a szőrét, de azon kívül különösebben nem kell velük foglalkozni. Nagyon fontos, hogy már kiskorától szoktassuk a körömvágáshoz, így meg tudjuk a bútorainkat is védeni. Meg lehet nekik nagyon könnyen tanítani, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem, csak határozottan kell velük bánni. Nagyon fontos, hogy több macska alom legyen a lakásban, mint ahány cicánk van, mert nem szeretnek egymásnak a vécéjébe belemenni. Etetésénél nagyon fontos, hogy magasabb fehérjetartalmú táplálékot kapjanak, mert nagyobb a mozgásigényük, ezért több energiára is van szükségük. Jó minőségű száraz tápot, esetleg húst vagy konzervet lehet nekik adni, tejet semmiképpen sem, mivel a tejcukrot ők nem tudják megemészteni. Esetleg laktózmentes tej, de nem minden cica bírja azt sem. Ha befogadunk egy kis cicát, akkor semmiképpen ne adjunk neki tejet, inkább friss vizet adjunk neki, sőt a legjobb a forralt víz, mivel a vízben is vannak baktériumok, és egy napig mindenképpen megfigyelni kéne, hogy milyen a széklete, nehogy olyan probléma legyen. Enni csak száraz tápot, mert bármilyen tápváltás is okozhat náluk hasmenést. A sok éves tapasztalat mondatja velem azt, hogy nagyon fontos, hogy cicánknak prémium minőségű tárasztápot adjunk. A konzervek tápértéke sajnos nem olyan magas, elég alacsony, és ezáltal nem lesz olyan szép fejlett erős cicánk, mert nagyon kell figyelni ilyen esetben a csontozat fogazatnak a kialakulására, és jó erős felépítésű cicánk legyen. Sajnos ezeknek a konzerveknek a tápértékének következtében egy ilyen kis vékony cicánk lesz. Természetesen adhatunk cicánknak konzervet, mert nagyon szeretik, kedveskedésképpen mindenképpen, naponta egyszer nyugodtan, sőt, amikor fejlődésben vannak, akkor tömegnövekedés szempontjából esetleg szintén adhatunk nekik. De lényeg az, hogy mindig a száraz tápot folyamatosan előttük legyen. Felmerül gyakran a kérdés, hogy egy vagy több cicát tartsunk, mivel napközben nem vagyunk otthon, mert dolgozunk. Nagyon jól el vannak ők egyedül is, mert teljesen alkalmazkodnak a gazdihoz. Ha nincs otthon, addig ők az idejük nagy részét alvással töltik. Ez esetben viszont, mikor a gazdi hazamegy, szükségen elegendő időt arra fordítani, hogy ő foglalkozzon, szeretgesse a cicát és játszon vele. Viszont ha úgy döntünk, hogy több cicát szeretnénk együtt tartani, akkor nagyon jól elszórakoztatják egymást, akkor nincsen
probléma, napközben is ők eljátszanak egymással. Ha hazamegyünk, akkor viszont több cicával kell megosztani a szeretetet. Ha elmegy a család hétvégére, akár egy-két napra is kirándulni, a cicákat otthon lehet természetesen hagyni egyedül. Arra nagyon kell figyelni, hogy több tálba kell nekik friss vizet kirakni, mert egyiket esetleg kiborítják, akkor nehogy az legyen, hogy akkor szomjan marad a cica. Meg természetesen ugyanez vonatkozik a tápra, hogy több helyre rakjunk ki nekik tápot. Viszont ha hosszabb időre utazunk el, akkor nem ajánlatos a cicát magunkkal vinni, vagy esetleg beadni macskapanzióba, mert a cicáknak területhez ragaszkodnak főleg, és ezért nekik nagyon nagy megrázkódtatást kimozdítani a saját kis környezetükből. Ezért, hogyha megoldható, akkor szomszédot vagy családtagot érdemes megkérni, hogy ő vigyázzon a cicára és adjon nekik vizet ennivalót. A bengáli cica egy kimondottan pörgős cica, ezért olyan embereknek ajánlom, akiknek maga az életvitele is pörgősebb, szeretik, hogyha igényli egy állat, hogy foglalkozzanak vele, mert ők nagyon szeretnek aportírozni, mindenben részt venni, ami a lakásban történik, akár fürdésnél is. Ott vannak folyamatosan. Olyan embereknek viszont, akik hazamennek munka után, leülnek a számítógép elé, és abszolút nem hajlandóak foglalkozni egy állattal, semmiképpen nem, mert a cica azt nagyon nem viselni el, hogy nem ő van a középpontban, és nem foglalkoznak vele eleget. Mindenkinek sok sikert kívánok, aki kedvet kapott ehhez a csodálatos fajtához. Kérem, ne feledjék, Zooplusz a mi műsorunk. Ha ön az állatvilág, a növények vagy a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal itt, és a Győr Plusz újságban is. Hallgassa meg rádió műsorunkat szombatonként, kövessen minket a YouTube-on, illetve a Győr Plusz televízió honlapján. Viszontlátásra!